Szerintem pont. Ettől szebbet? Ez van nagyon szép volt. Gyönyörű eső is este, nem is nap, tehát szészögezzük le. De mindegy. Itt van akció. Van akció, no, minden no, esetre. No, nem unatkozok. Hát igen, csak kocsiban ülött kollégám. Csak az a baj, kocsik hát, nincsenek. Ja, igaz. Csináljuk akciót. Meg lőfegyver, amivel lehet még akciót csinálni, de hát most kevén. Nem tudom, de szerintem... Tiszteletem. Itt a rózsaszínhajú sheriff kollégát kijelölöm kiírás kezelőnek. Oké, okay, rendben. Csak az én emeleg. Nem az én. Én tudom, hogy vigyázok egyébként magukra, hogy megtámadjon minket valami hegyi oroszlán. Amíg vagány nem. Nézd be, mert akkor valaki átveszi a kérdést. Aha, itt a rózsaszín, hogy ő átveszi, azt mondta. Jó. Pinkipály, miután kimegy nekem a harmadik kérdést, addig írom, utána majd lezáráskod meg az út is, hogy intéz a dolgot. Jó, jó. Nézd meg, hogy hanyas bőt, meg ilyen. Miért a sok állat itt? Hát kim vagyunk vidéken. Szerintem amúgy az A4, a Uri A4, hát nyát izére. Másik voltak. Lehet, hogy a Dodge-hát hozhatnátok egy izére, veszünk. Fölösleges, mert nem mehet fel egyre, majd látom, nem terepülünk. De terepúton mehet vele lassan, szóval. Hát lassan én is mehetek a dungeon, mert teremben ja. Van rajta. Szóval... Maximum 20 km per óra. Nagy lófasz. Úgy, és szerintetek... És amúgy szevasz Barbie. Most nézem. És szerintetek ezek valószínűleg nem fognak felmenni hegyre. De úgy nem. Mint a szar. Azonnal, itt egyben egyenesen. Hát a kocsit ítélve. Mehet a túlsztárgyaló. Közben ide jövök a készen. Hanyas volt ez, valaki meg tudja nekem mondani? Ejtőernyő, vagy az első ernyő. Nem. Ejtőernyő, ez nem fontos. Nem ejtőernyő, hanem mi a geci, mert neked eleve Umbrella, az. Mi magyarul? Esernyőnek csúfolják. Ja, az. Esernyőnek hívják. Valaki mondja már meg a boltnak a számot, kérem 20-as, szépen. 20-as. Nem tudom, hogy eljött a ejtőernyő. 0620. Sok volt a Fortnite. Többit meg már tudod. Akcióvezető a túlszárgyalónak, hallgatom a követeléseket. Melyik rádión vagyunk amúgy? 656. 656? Na de jó. Mi rendben. Mik a követelése? Hozok. De elházunk embert, ezt nem bírom, ezt a stresszt, én nem, nem. Tehát esik minden, nem. Állatok. Állatok! Sorry. Rengeteg. Hallgatom a követeléseket. Nem megy oda azokhoz a benzinkutakhoz és rugdossa egy picit? Hopp, hopp, te hely mindjárt felrugdos minket. Szerintem azokat a benzinkutakat meg kell lőni. Hallgatom. Azért, hogy ingyen üzemanyagot szerezzünk. Hát igaz, igaz, igaz. Ugyanint keresek itt bent, mint kint. Hagy buzgó mocsing azon ez a tracsoló, klassz tracsoló. Rendar. Mindenki autó. Ez igen. Autóba. Az autóba. Személygépjárműbe. Az autóba, a személy. Personal Kraftwagen. Ja.
Igenis. Kapitány az elmaradt. Tőle nem akartam. Há, ez túl személyes lett volna. Tenyérben mászol. Na nézzük. Hopp hopp. Hey. Hopp hopp hopp. Csibi Csaba ütközött. Üldöz minket, üldöz minket. Ezek elmennek, mint a szalamúgy. Á, csak nem. De. Aha, dehogy nem. Á, azért annyira nem. De. 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 Mint a szar. Oh, jöjjünk biciklivel. Ez ellen sok esélyünk van, kollégák, akárhogy nézve. Hát miből vannak ezek? Ott a bemegy, akkor határnál meg kell állnia. Hát igen, jó, hogy megáll, de úgy is felgyorsít annyit, hogy... Megáll, hopp. Megy. Na. Legalább beért. Jó napot kívánok. Az igen. Ez jó, megy füstölget le. Na hát a lebrohad kotlik. Már mintha lassabb lenne. Na lehet a fejket nyomta azért, hopp, mindjárt pit manéver. Kollega állhatja munkat. Mekkora lenne. Legalább valami sikerélmény. Azaz, azaz. Kint lenne minden hírportálon. Ez hova lett? Ennyi volt. Ott elejtünk meg, lelassult, igen. Mondtam én a fejkre nyomott véletlenül. Ennyi volt. Hát ez leves, jelen meg ott megy valahol. Hogy nem? Lehet ez? Hogy az a szari engedzi gyors? Hopp. Nem tudom, de így az igen. Inkább kollégát összeg. Na szerintem is. Éha negró jó vagy? Látom nincs jó. Hát te, na, hát ez most így. Szájba hagyd a gecibe. Mit csinál? Nem tudom. Az igen. Megalázd ezt a szardodzsot. Lőjed hát, gyilkolj ezt az még innen is. Értem, srácok, nem tudom, amúgy nem történt semmi, nem tudom, hogy éjtében mi volt. Nekünk megpattant a szert. Igen, felpattant. Nálam is pont ugyanez ott, megpattantam randon és felrepültem a gecis istenhez. És akkor ne legyek ideges. De hogy le? Mi már elvesztettük, mert az ütközés történt. Negatív, random, megpattadt a dodgyomhoz, repültem 3.91-ből. Ma ide jött egyébként, haza csak mondom. Hova? Ide. Mindjárt mondom. További jó szolgáltat, kollégák. Ja, tovább, jaj, tovább. Meglátom, tisztáját. Ezt tudjátok, mi van lezárva? Miért? Az a baj, hogy ki... Kollega... Kadirét kollega, szálljon ki. Hát bele fogok esni itt valamibe, vagy mit történik? Ne, csak sétáljon rá a fűre. Ami mi fog? Ja, hát szerintem nem lesz jó a fű, vagy... Menjek? Sétálj. Hopp! Hú, ez kurva jó cucc, ezt beveszem még egyszer. Ez jó anyag. Látod fönn azt a barna házat ott jobbra? Barna ház. Barna ház jobbra a fel. Ez az, hát most igen. Még. Oda ja. Ment haza. Bízunk csak el oda akkor. Hát nem biztos, hogy jó ötlet, menjünk csak ketten voltak. Gumilevedékkel menjünk be. Sok jó napot kívánunk, sokkolóval így. Jó napot kívánunk, személyi dokumentumokat szeretnénk elkérni csak. Jó, egyszerűen ma itt voltam benne. Hogy miért, azt nem kötném az autókörömet az autónak. Most azt kell csinálni, hogy eljátszom, hogy én vagyok a villanyóra, leolvasom és akkor bemegyek. Azt téged úgy csapálhatnak civilként. Azt mondom. Hogy nem. Hát de eljátszuk a hivatalos papírok, hogy én leolvasom a villanyt. Hát jó, hivatalos papír esetleg, de... De érted, csak úgy nyugodt, mint egy barát, bemegyek, hogy hallóhat a villanyaurát leszed, de olvasni. Akkor a nyomorultak, ezek nem fognak belemenni, lelőnek a gecibe. Persze. Hallod, bementsz a kapun egyből, golyóban. Igen, meg se kérdik, hogy melyik cégtől, hanem... Az elektrikától, nem? Onnan. Vagy
hogy a, mi a faszom a neve. Hát valami ilyesmi. MBM. Az EON-tól érkeztem, 9 métert fejkeztem. Hát az egy másik cég. Nem hogy egyébként ez a Brabus még engedte gyors. A tank. Itt azon vettem észre az ilyen maffiáknak, azoknak olyan kocsit basznak be, meg olyanokat használhatnak. Esélye nincs a rendvédelemnek. Hát azzal akkor, a, az az M5-tel van? M5-tel és Rambo bugával és ilyenek. Mint például az izeinek, a bandának van limitje. Hogy 20 ja, millió alatt limitje. Használhat kocsit. Használ, de olyan kocsit viszont használtam, mint amit nekem van, amit próbáltál az ados charger. Azt használhatják. Nem használ se a banda. De azt nézd meg, azt lehet. Az az ilyen kivétel, az ados charger. Azt szerintem elolvasni, mert van egy másik buncs. Szerintem. Hát én ezt azért vettem, amikor csatlakoztam egyszer egy ilyen csapathoz, hogy azért. Ez régen volt szerintem, de most már nem úgy van. Most már nem lehet használni ezt a szart. De egy másik tacskó pontos van, de az is kurva jó, hogy terepen mondjuk, de annyi. Nem olyan messze, mint. Hopp itt egy. Hopp itt a másik. Srácok már itt, mindegy. Hát ez már ennyi. Passzom ki van. Még egyszer, amikor meglátom ezeket a ruhásokat, szálltam vissza a kocsiba, azt nem tudom, vissza a serépségre. Tényleg nagyon marultak. Ezek voltak egyébként a Bugattisok is. Tudom. Elmert szinte most rákérdeztem bent a boltba, azt mondták, hogy nem ők voltak a másik maffiának is ilyen ruhája van, mint nekik. Ne, gondolom. Hasonló. Nem az a jó, Sirena. Amikor izé, amikor így üldözünk, hanem amikor 100 darab rendvédelm is rámegy egy 20 fős csapatra. Az a vicces. Holnap legyél mutló. Holnap lesz ilyen? Nem lesz. De ez gyakorlat. Ó, hát... Hogyha befejezem addig, amit akarok, akkor jövök. Én 17 órát ülösz ezt. Grit. Hát... Zöldike. A zöldek, de nem a zöldeknél voltam, ott a programomban estére. Nem, az nem úgy gondoltam. Pinkie Pie, Mizu? Nem tudom. Nem tudom. Nem. Szerintem elbuzult, vagy fogalmam nincs. Lehet, hogy lesz a valaki. Hát, csak jobban keres, gondolja, meg az legalább sikerül is. Nem, mint ezek az akciók. Nem tudom, de ő nagybátyámat ismerte. John Negro, ő is Negro volt, mint én. Itt, ez egész család Negro? Hát nem, csak nagybátyámat, mondok a pályasorodat. És a Negro autorok szopogat autózt? Szokta alkalmazni így napokba? Hallott kolléga, arra vagyok kíváncsi. De itt a székemön átmegy a golyónak a... Hát... A ki lehet próbálni, de előtte kiszállok. Benne, úgy, hogy benne is. Úgy nem. Mazeg Attila amúgy lefoglalta a kocsimat. A Dodge-omat. Nem, nem, szerintem el tud magadni. Na itt hagyta így ezeket, hátha majd feltöri valaki. Na hát, próbáljuk meg hátan átra. Az igen. Hát átment. Az az amúgy, de még jó, hogy kiszálltam. Na ugye azt ízéltem, hogy nem akartam meghúzni, azt hiába próbáltam olyan erősen be tudod a ragad, nem tudtam meghúzni. Ah, igen, igen, igen. Meg kell zsírozni. Mik ezek a szarok benne? Vodka, meg faszom, viszi. Ő, azt ki kell venni. Telefon, a 10 telefon mondjuk az értéges. Ne lopjatok bőle semmit. Nem, dehogy nem, mi nem. Sheriff Dodge-al megyünk. Nem sok reményt fűzök hozzá, de megyünk. Ezzel is megyünk, vagy? Ez mi ez? Vagy hova megyünk? Menjél vele? Jó. Hopp. Most mi történik? Igazoltas. Szép jó estét kívánok, megkérem a Simon ki a gépjárműből. Tiszteltem, Green James, Sheriff Kadét vagyok. Fáradjunk le innen az autópályáról, mert kicsit veszélyes. Egy igazoltatást szeretnénk eszközölni önön, tehát nem látunk semmilyen szabálytalanságot, de szeretnék elkérni először is egy személyigazolványt az úrtól. Természetesen.
Rendben, Dániel, kézzel 2.11. ha 20-án született, igaz? Természetesen. De jogosítványjal... Én, dehogy nem. Jó. Ja. Akkor szia. Akkor köszönjük, ahogy részt vett az intézkedésen, viszontlátásra. Kolléga, amúgy állj meg! Igen. Ilyenkor a kolléga állt, mert akkor majd neki nyugodtan sheriff vagy. Rendben. De szóval nem tudtam. Gecik, nem olyan gecik, tehát betanítás akkor... céljából... Tanulásnak jó, majd, nem? Majd más. Hát menni fog, ne aggódja. Éppen megy neki, azt mondja. Reméljük. Hát az a lényeg. Hát voltam már rendőr. Szóval kény menjen. Tisztelt Attilám, mi a baj? Az igen. Milyen felhívást írtok ki? Hova kell erősítés, akkor oda megy a környékre. Jó, de eddig egy egységszámot mondjatok már, hogy addig ott járunk a közelben, ne... Jó, mi nagyjából ott fogunk járni a környékre. Jó, és most mit csináltak amúgy? Jó, és úgy néz ki, hogy rátok fognak menni. Jó. Gondolom. Akkor jobban tudom. Na jó, van sok sikert srácok, hogy szavoltok van valami. Vagy nekem siket a rádió, mert nem hallok semmilyen információt. Akkor hoppá, 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 hoppá. Ez igen. Jó napot kívánunk. Jól látom, ez is sheriff. Igen. Szép napot az úrnak. Te vagy az, kolléga? Kolléga, te vagy a... Igen. Hogy minden sheriff az meg farmozik? Ez a baj. Viszontlátás. Az igen. Nálam áll földbe a futó amúgy. Bocsi, nálam nem mentem beléd. Tessék. Semmi baj, semmi baj. Pusz, pusz. Iha, az csapda. De lesz még valami akció, vagy kor lassan feküdnék neki holnapi napnak? Holnapi napnak, hát akkor menjünk vissza sarokségre. Szerintem. Már elég volt ennyi izgalom. De amúgy megy végig a teskabá, de amikor itt vagy. Így van, így van. Az nem árt. Minden perc, ne aggál, minden perc bemegy. Minden perc bemegy, mert itt látod ilyen csiki-csuki dolgok történnek azt. Ja, de amúgy megvolt a, szerintem, a, mikor fejre állt a lámbaú is. Csak messziről, annyi. De én azt hiszem, pont arra néztem. Fejszám kellene ilyen kutatók. Hát az nem, az nem volt rajta biztos, nagyon messziről. Jó, de nagyon maximum úgyis meg kell keresni, csak ilyen ügyetnek lenne a vége, hogy vagy kollektívet kapol, vagy megy az egyik fel sepregetni, most ők mentek volna, és ez nagyjából egy fél óráig meg elhúzódik. Hát igen. Amúgy így hogy van magadba, tehát én magamba állhatok szolgálatba, vagy? Szolgálatba, az csak nem jár először. Jaha, hát akkor igen. Még. Na. Akkor köszönök mindent. Jó pihenést, hopp. Neked is jó pihenést. Hello. Csuma. Na hát akkor, köszi a figyelmet, következő videóban találkozunk, addig is pacsi, és
like, feliratkozás, sziasztok!